Ha a gazdagságodat, ha a te értékeidet az alapján ítéled meg, hogy mennyit pötyöksz be a számológépedbe, hogy megtudd, hogy mennyit érsz, akkor valójában véged van. Éppen ezért helyezem a szellemedbe a valódi értéket. Az igazi értéked az Isten igéje, ami benned van. És ezt tudnod kell. Mert amikor benned van az ige, mindegy, hogy mi történik, te a felszínen maradsz. Mindegy, hogy mi történik. Nem lehet hatással a sikeredre. Bármi is történik. Ez olyan, mint Noé bárkája. Ahogy az eső esett, és a víz szintje növekedett, a bárka is egyre feljebb és feljebb emelkedett, míg a többiek elsüllyedtek a vízben. Ugyanabban a vízben? Ugyanabban a vízben, amelyben az emberek elmerültek, Noé bárkája felemelkedett. Szóval a körülmények, amelyek ma elsüllyesztik a vállalkozásokat, amelyek ma elmerítik az embereket, ugyanazon körülmények, amelyek előreléptetnek téged, dicsőség Istennek. Biztosra akarok menni, hogy Isten szelleme által ma elhelyezem a szellemetekbe mindazt, amelyekre szükségetek van ezekben az utolsó időkben. Hogy győztesek legyetek minden tekintetben. Hogy amikor az emberek látnak téged, azt mondják, miféle, milyen különleges ember vagy te. Halleluja! Ki ez a különleges ember? Igen, mi olyan típusok vagyunk, akik a vízen járnak. Mindegy, milyen helyzet jön, mi felette maradunk. Amen! Most pedig nézzünk meg valamit újból. Dicsőség Jézusnak! János 12. fejezete, 49. ige verse. Mi nem lehetünk olyanok, akik csak úgy kimondják azt, amit gondolnak. Nem. Ki kell képeznünk magunkat, hogy Isten igéje legyen bennünk. Olvassátok el, amit a kivetítőn láttok. Ezek Jézus szavai. Mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki küldött engem, ő parancsolta nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Nagyszerű. Mert én nem magamtól szóltam, itt a magamról nem azt jelenti, hogy önmagáról beszélt, hanem hogy önmagából, tehát az üzenet nem önmagából származik. Ezt írja le itt az ige, oké? Nem a magam erejéből, a magam hatalmából. Ezt mondja itt az ige. Hanem az Atya, aki küldött engem, ő parancsolta nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Látjátok, hogy mi a különbség a kettő között? Nagyon fontos. Jézus ebben a versben arról beszél, hogy mi az, amit ki kell jelentened, és hogy miről kell, hogy beszélj. Hasonló jelentéssel Pál is erre utalt, amikor azt mondta, hogy az én beszédem és az én prédikálásom. Az én beszédem és az én prédikálásom. Szóval Jézus itt arról beszél, hogy mit jelent ki, és utána, hogy annak mi az üzenete. Szóval azt mondja, hogy az Atya parancsolta nekem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek. Szóval amikor kiment prédikálni, azt mondta, az Atyám szavait mondom nektek. És amikor kinyilvánított dolgokat, és másoknak beszélt, azt mondta, az Atyám szavait mondom nektek. Az Atyám parancsolatot adott nekem. Szóval Jézus azt mondta, hogy én nem csak úgy beszélek, én az Atyától kaptam a szavakat. Milyen a te életed? Mindent kimondasz, amit csak gondolsz? Vagy kiképzed magad, hogy benned legyenek az Atyád szavai? Néhányan azt mondják, hogy az emberek így ismernek engem, az emberek tudják, hogy én már csak így beszélek. Hogy hogy beszélsz? Ez azt jelenti, hogy még mindig nem vagy kiképezve? Te már csak így beszélsz? Már 56 éves vagy, és még mindig ugyanúgy beszélsz? Tudják a környezetedben, hogy így beszélsz? Ostobán? Soha nem beszélek ostobaságot. Ez lehetetlen. Nem. A kiválóság szelleme bennem van. A kiválóság szelleme van bennem.
nem beszélek esztelenséget. Nem, Isten bölcsessége van bennem. Gyerünk, mondd utánam. Igen, mert szeretném, ha eljutna a tudatodig, hogy felismerd, hogy a kiválóság szellemétől származol. Te nem egy átlagos ember vagy, amikor újjászülettél, Isten szellemétől születtél újjá, Isten igéje által születtél újjá, teljesen megváltoztál. Nem számít, hogy érzed ezt vagy sem, ez nem változtat a tényen. Te most már Isten gyermeke vagy valóságosan. Isten igéjétől születtél. Az ige gyermeke vagy. Most pedig nézzük meg a János első fejezetének 14. ige versét. 14. ige vers. És az ige testé lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. Kiről beszél itt az ige? Jézusról. Az ige másik megfogalmazásában az ige testé vált. Isten igéje. Szóval Jézus az élő ige. Igaz? Okay. Menjünk az 1 Péter első fejezetének 23. verséhez. Olvassátok fel nekem. Mint akik újonnan születtek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad mindörökké. Jézus az élő ige. Igaz? Ő az ige, amely testé lett. És az előbbi ige versből, te pedig? Az ige magja vagy. Igaz? Az ige utódja. Szóval ez Isten igéje, amely testé lett. Szóval így érthetjük meg, hogy miért akarja az Atya, hogy befogadjuk az igéjét. Nekünk adta az igéjét, hogy mi legyünk az igéje, hogy megéljük az igéjét, hogy mi legyünk az ő igéjének a kifejeződései. Szóval az igazi kereszténység Isten igéjének a kifejeződése, megvalósulása az emberben. Ez a kereszténység. Ez nem egy vallás. Tudod, néhányan azt mondják, a kereszténység vallás ez meg ez, és aztán a keresztény vallásról beszélnek. De ha valaki a kereszténységet vallásnak hívja, valójában nem tudja, hogy mit jelent a kereszténység. Nem tudja, mit jelent. Úgy gondolja, hogy egy vallás, mert amikor gyermek volt, és kérték tőle, hogy töltsön ki egy nyomtatványt, megkérdezték, keresztény, muszlim, vagy pogány, leírta, hogy keresztény. Szóval arra képezte magát, vallásos vagy nem vallásos vezetők, vagy egyszerűen tudatlan emberek révén, hogy a kereszténységet vallásnak nevezze, hogy azt gondolja ez a gyermek, hogy a kereszténység az egyik vallás a világon, de a kereszténység nem egy vallás. Amikor ezt megérted, rájössz, hogy a kereszténység felülmúlja a vallást, és egyáltalán nem is egy vallás. Van egy vallás a kereszténységen belül. És amit a Biblia mond róla az az, hogy a vallás a kereszténységen belül meglátogatni az árvákat és az özvegyeket az ő nyomorúságukban. Azt mondja, ez a tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet, azaz vallás. És a keresztényeknek ezt kellene tenniük, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket, és segíteni nekik a szükségeikben. Látod már? De például a kereszténységben az ima, az nem egy vallás, nem a vallásnak a cselekedete. Az ima nem egy vallás a kereszténységen belül, de néhány embernek vallásos imája van. Számukra az ima a vallásuk része. Szóval tudjátok, az ima cselekedetét gyakorolják, és hasonló dolgokat, amelyek vallásosak. Mint ahogy ma is lehettek úgy itt a gyülekezetben, hogy be akarjátok tölteni a vallási kötelezettségeiteket, hogy gyülekezetbe jártok, mint a vallásotok részeként. Szóval ti most a szokásos, heti vallásos cselekedeteiteket gyakoroljátok, azáltal, hogy eljöttük a gyülekezetbe. De a kereszténységben ez nem így van. Mi nem vallásos cselekedet által jövünk a gyülekezetbe. Mi azért járunk gyülekezetbe, hogy betöltsük a szükségét a közösség gyakorlásának egymással, és az Úr jelenlétében legyünk, hogy tanítassunk az igére, és hogy részt vegyünk a szellem szolgálatában az evangélium ügyéért Krisztus Jézusban. Szóval a kettő között óriási különbség van.
Látod? A kereszténységben a szellem vezet bennünket. Isten szelleme tanácsol bennünket, és köztünk lakik. Ez volt a különbség Izrael és a többi nemzet között, akiknek volt valamiféle vallásuk, és különböző isteneket imádtak. És mindenhová vitték a bálványokat, ahová csak mentek. De Isten azt mondta az ő népének, építsetek nekem sátrat, hogy közöttetek lakozzak. És amikor megépítették a szent sátrat, Isten jelenléte felhő formájában azonnal ellepte a sátrat. És bement a sátorba, és befette a jelenlétével, és az emberek csodálkoztak. Isten szólt, hogy gyűjjenek össze a hegynél, a Sinai hegy lábánál. És a Biblia azt mondja, hogy Isten jelenléte jött a hegyre, és Isten szólt hozzájuk a tűzből. Mennydörgés és villámok közepette, és Izrael gyermekei Istent hallható hangon hallották a tűzből. És annyira megijedtek. Melyik más vallásban hallották a hangot? Nem létezik más vallás. És aztán azt mondja Isten, hogy nem az a szándékom, hogy a sátorban lakozzam. Nem az a szándékom, hogy köztetek legyek. A szándékom az, hogy ott lakozzak mindannyiótokban. És ezért küldte el Jézust, az élő Isten fiát, hogy ő bennünk lakozzon a Szent Szellem által. Ezért mondja azt a Biblia az Abcsel 2-ben pünkös napján, hogy Isten szelleme, a Szent Szellem jött a mennyből, és attól a naptól kezdve a tanítványaiba lépett. És attól a naptól kezdve mindmáig azok, akik hisznek benne, veszik a mindenható Istenünk, az egész világ teremtőjének szellemét, hogy ő lakjon mindannyiunkban. És ő felélénkített bennünket Istenben. Hogy imádkozzunk úgy, ahogy Isten szeretné, hogy imádkozzunk, és valós közösségünk és kommunikációnk legyen az Atyával. Micsoda csodálatos valóság is ez. Az életünk, az életmódunk úgy nézhet ki, mint ha csak egy vallás volna. De a közösség az örökké jelenlevő isteni dicsőséggel, aki bennünk él. Szóval, amikor megnyitjuk a szánkat, és ő beszél rajtunk keresztül, hiszen ő azt mondta, közöttünk járok, és beszélek rajtuk keresztül, és Istenük leszek, ők pedig népemmé lesznek. Halleluja! Ez a kereszténység. Nos, azok az emberek, akik ezt nem értik, azért van, mert nem ismerik a Bibliát, sosem olvasták. Hozzák magukkal a Bibliát, de sosem olvassák. Kezd el olvasni, és meg fogsz döbbenni. Megmutatok nektek valamit, amiről most beszélek, az az ige integritása, és ez kapcsolódik valami nagyon fontos és gyönyörű dologhoz, amelyről Jézus beszélt. János 15.7. verse, hogy miért kell, hogy Isten igéje benned legyen? János 15. fejezet, 7. verse. Jézus mondta ezeket a szavakat. Ha én bennem maradtok, ó, dicsőség Istennek, és az én beszédeim bennetek maradnak, ha én benne maradtok, valaki azt mondta, hogy egykor keresztény voltam, de amikor nehézségekkel kellett szembenéznem, akkor megváltoztam. Megváltoztál? Mivé változtál? De nem maradtál benne. Neked benne kell maradnod. Mert itt azt mondja, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak. De ha nem ismered Isten igéjét, akkor hogyan marad benned? Hallgatnod kell, meg kell tanulnod, tanulmányoznod kell, és meg kell tartanod magadban. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok. Ez itt nem az imáról szól. Kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az nektek. Hadd magyarázzam meg az igét számotokra, ugyanis itt nem az imáról beszél. Itt az ige arról szól, hogy szólítsd elő, amit szeretnél. Megmagyarázom nektek. Itt a görög szó az aitio. Szólítsd elő. Követeld. A fordításokban több helyen a kérni szó szerepel, de valójában az előszólítani szó szerepel itt. És aztán meg lesz az nektek. A meg lesz szó, görög megfelelője, az a ginomai, ami azt jelenti, létezővé válik. Létezővé válik. Ez nem azt jelenti, hogy én fogom megtenni, érted?
Ez azt jelenti, hogy létezővé válik. Szóval az ige azt mondja, hogy ha az én beszédeim bennetek maradnak, szólítsd elő bármire is legyen szükséged, amit csak kívánsz, szólítsd elő, és az létezővé válik. Valóságossá válik. Ha az én beszédeim bennetek maradnak. Igen, ennek van szellemi jelentősége, ezt meg tudod érteni, ugyanis ha ez igaz, hogy az ő beszédei én bennem maradnak, akkor miért kellene kérnem? Miért kellene könyörögnöm? Nincs semmi értelme könyörögni, mert Isten igéje, a teremtője mindennek, mert a Biblia azt mondja, hogy kezdetben volt az ige, és az ige volt az Istennél, és Isten volt az ige, ez kezdetben az Istennél volt, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Figyelj, ha az igaz, hogy minden az ige által lett, akkor ha az ige bennem marad, akkor miért könyörgök? Miért könyörgök Istenhez, amikor ő már kibocsátotta az igéjét? Szóval ez az, amit Jézus mondott. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, szólítsátok elő, bármire is vágytok, szólítsátok elő, bármit, amit csak kívántok. És az meg lesz nektek. Létezővé válik. Egy másik szinoníma lehet, meg lesz teremtve. Ez jelenti a ginomai szó. A létezésben mozdul, létezővé válik, valóságossá válik, megnyilvánul. Szóval most már rájöttél, hogyha nem ismered Isten igéjét, a dolgok bonyolultá válnak számodra, mert csak könyörögsz Istenhez. Ó Isten, tegyél értem egy dolgot, ó Isten, ezzel töltöd az időt, megy a böjt, 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 és ima, 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 azokért a dolgokért, amelyekkel csak azt kéne tenned, hogy felrázod magadban az igét. Szóval az ige fel fogja építeni benned azt a szellemi hitet, az Isten fajta hitet. Szóval amikor az ige benned van, azon kapod magad, hogy csak az igéről tudsz beszélni. Lesz egy következetesség az életedben, egy következetesség a kommunikációdban, hogy tudod, 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 hogy tudod. Hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van. Lehetetlen, hogy hátrányom legyen az életben. Lehetetlen. Mert minden a javamra játszik össze. Csak egy utolsó ige. Zsidókhoz írodott levél, 4. fejezete, 12. ige verse. Ezt tetszeni fog neked. Mert az Istennek beszéde élő és ható. Szeretem a Moffat féle fordítást, ami azt mondja, mert Isten logosz igéje egy élő dolog. Isten logosza egy élő dolog. Ez Isten igéje, a logosz. Egy élő dolog. Az Amplified fordítás azt mondja, hogy élő és működő. Nézzük meg az Amplified fordítást. Ez tetszeni fog nektek. Nézzük az Amplified fordítást. Az Amplified fordítás nem azt jelenti, hogy olyat ír, amely nincsen ott. Az én hangom most amplifikált, tehát ki van erősítve. Hallottok valami olyasmit, amit nem mondok? Ha nem vagy benne biztos, akkor olvass a számról. Azt mondja, mert az Istennek beszéde élő és telve van erővel, amely működővé, cselekvővé, energetizálóvá, hatásossá teszi. Kiáltson valaki, áment! Ez Isten igéje. Tartsd magadban az igét, hogy amikor az élet nyomása nehezedne rád, amikor össze vagy szorítva az élet nyomásának terhe alatt, mi fog kijönni belőled? Az ige fog kijönni. Minden nyomás, amely rád nehezedik, az igét fogja kihozni belőled. És Isten igéje kreatív. És megalkotja azt, amiről beszél. Megcselekszi, amiről beszél. Tartsd magadban az igét. Hallasz engem? Ne félj semmitől. Ne gondolj arra, hogy nem tudom, hogy ez a szívem. Ez a hátam. Tudod, érzel valamit a testedben, és egyből megnézed, és próbálsz tenni valamit. Ne így éld le az életedet. Ne így éld az életedet. Halleluja! Emeljétek fel a kezeiteket. Beszéljetek az Úrhoz. Mondd, én megbízok az ige integritásában.
Jelensd ki hittel! Mondd, visszautasítom a félelmet!